Szeretnék nektek elmesélni egy történetet, de nagyon izgulok, annyira, hogy félek, hogy belesülök. Ezért inkább felolvasom azt, ami velem történt. Tudnotok kell, hogy nekem nincsenek iskoláim. 8 általánost végeztem. Vannak szavak, amiket Dani szokott nekem megmagyarázni. De most mégis itt állok. Azért, mert a Hősök Tere megkért arra, hogy mondjam el a történetemet, hát ez másoknak is kapaszkodót ad, és elhiszik, hogy ki tudnak mászni a bajból. Édesanyám a kórházban hagyott, mikor megszülettem. Utána 8 éves koromig állami gondozott voltam felsőpetényben. Szerettem ott lenni. Nekem az volt a családom. Ott kaptam szeretetet. 7 éves voltam, mikor írtak apámnak egy levelet, hogy létezem, utána apám örökbe fogadott. Nagyon izgultam, hogy milyen lesz velük. Milyen lesz egy igazi családban élni. Kaptam egy családot, de szeretetet az nem. Annyira nem, hogy 9-10 évesen a kisöcséimre kellett vigyázni. Mostam, főztem, takarítottam, és alig volt időm tanulni. Az öcséimet szeretgették, de engem soha nem öleltek meg. Volt olyan, hogy az apám és a mostohám napokra ott hagyott velük, és nekem kellett eltartanom mindent. Fénykép is csak akkor készült rólam, ha az öcséimet lefotózták. Itt csak bántottak. 14 évesen megszöktem. Bagra mentem, mert ott az emberek 80%-a rokon. Azt gondoltam, hogy majd ott lesz családom. A nagybátyámnál laktam, de nem fogadtak be. Aztán pár hónap múlva jött egy férfi, aki azt mondta, tetszem neki, és éljek vele. 3 évig éltünk együtt, aztán megcsalt, és elváltak útjaink. Eljöttem tőle. Visszamentem a mostohámékhoz, de nem bírtam. Akkor találkoztam a gyerekeim apjával. Vele összeköltöztem. Ő is szegény volt, iskolázatlan, mint én, és alkalmi munkákból élt. Tőle kaptam először igazán szeretetet, és ő volt az, aki mellett biztonságban éreztem magam. A lányaim 2,5 hónaposak voltak, a fiam meg 3 éves, amikor a gyerekeim apja egy közúti balesetben meghalt. Eladtam a kis házat, amiben laktunk, és visszaköltöztem a nagybátyámhoz. Annak ellenére, hogy a 3 pici gyermekem volt, senkire sem számíthattam. Drogozni kezdtem. Mikor először kipróbáltam, elfelejtettem mindent, és nem kellett gondolkoznom. És ez így volt jól. Nem akartam emlékezni semmire. Akkoriban mindig felszínesen beszéltem, soha nem meséltem a múltamról senkinek. És azt is megtanultam, hogy az érzéseimet nem utassam ki, hanem nyomjam el jó mélyen magamban. Nem bírtam azt, amiben voltam. A szer viszont elnyomta a rengeteg problémát és elkeseredést. A drogozás ott úgy működött, hogy amikor megkaptam a gyást és a családi pótlékot, akkor azt elvették tőlem, és cserébe annyi drogot kaptam, amennyit akartam. Közben együtt éltem egy férfival, akivel együtt használtam a szert. Folyamatosan vert, bántott, a tulajdonának tekintett. Mikor megtalálta azt a ládát, ami a 3 gyerekem apjához kötött, kiszórt mindent az udvarra, felgyújtotta és feljelentette drogozás miatt. Ekkor vették el a gyerekeimet. Ők Abonyba kerültek nevelőszülőkhöz, és jött Anna, aki akkoriban a lányom mentora volt Bagon. Akkor már egy éve működött a Bagás. Próbált többször közelíteni felém, de én be voltam zárkózva. És mikor már biztos volt, hogy elviszik a gyerekeimet, a lányom mutatott neki valamit, amiből Anna megérezte, hogy tényleg meg akarok változni. Ezt akkor nem mindenkiben látták, ők sem. Folyton apró lépésekben próbálkozott. Én meg nem hittem el, hogy egy idegen tényleg segíteni akar. Eddig soha senki nem segített. De szerintem jól meg tudom figyelni az embereket, és Annában azt láttam, hogy ő tényleg őszinte. Így kerültem az ő segítségével Pécsváradra. Vissza akartam kapni a gyerekeimet, úgyhogy bevállaltam. 4 hónapig voltam ott. A rehabon rengeteget kellett magamról beszélnem. Egy hónapon keresztül teljes ellenállásba voltam. Itt mindent ki kellett mondanunk, de én ezt nem akartam.
Azt akartam, hogy hagyják békén a múltamat, mert folyamatosan jöttek vissza az emlékek, amik nagyon fájtak. Hogy elvesztettem a gyerekeim apját, a szegénység, ezek mind bennem voltak, és egyedül voltam ezzel. Ezért nem akartam beszélni. De vállaltam az izolációt. Ez legalább 3 hónapos elzárás volt úgy, hogy semmilyen kapcsolatot nem tarthattam a külvilággal. És sikerült oldanom, ezt úgy mondják. És akkor már éreztem, hogy tudok lépni. Talpra tudok állni. Először Pécsen akartam munkát keresni és új életet építeni. De nem kaptam munkát. Volt, hogy azért, mert cigány vagyok. Ezt is kipróbáltam. Bementem valahova, engem nem vettek fel, aztán beküldtem egy szőkehajú kékszemű srácot, és őt fölvették. Mivel nem volt munka, kénytelen voltam visszamenni Bagra, de attól féltem, hogy visszaesek. Akkor kerestem meg Annát, hogy baj van, mert nem kapok munkát. Hogy lesz most? Anna azt mondta, végre kimondtad. Ők akkor már kapcsolatban voltak a Prezivel, és tudták, hogy keresnek embert a konyhára. Nekem fogalmam sem volt, mi az a Prezi, de más munkahelyet sem ismertem. És hát igen, ez volt az a pillanat, amit HP a felvezetőben is említett, hogy mi viszont kerestünk valakit, viszont épp költöztünk, és Anna nagyon nyomult, elég idegesítően nyomult, aztán később megéreztük belőle, hogy itt valami nagyon fontos dolog lehet a háttérben, azért írogat egyre hosszabb e-maileket, és egyre érzelemgazdagabb e-maileket. Ettől még meg kellett várnunk azt, amíg átköltöztünk az új helyünkre, és itt elkezdtünk együtt dolgozni Helénával. Ez úgy történt egyébként, hogy Heléna bejött egy interjúra, hogy megismerjük egymást, és igazából elsőre szimpatikusnak találtuk egymást, úgyhogy kezdődhetett is a közös munka. Először 4 órában dolgozott, és utána pedig szép lassan kezdtük el terhelni. Az volt a lényeg, hogy próbáltam úgy osztani be a munkát neki, hogy ne legyen neki nyomasztó, ne legyen túl nagy a teher, előtte nem nagyon dolgozott sehol, tehát szerettük volna fokozatosan terhelni. Annyira jól ment neki a tanulás, hogy folyamatosan túlórázott, mindig tudtunk neki több feladatot adni, és másfél hónap múlva egészen el tudtunk utazni Berlinbe 3 napra a kollégámmal, rá tudtuk hajni az egész bisztrónak a működését. Ez egy nagyon nagy eredmény volt, és őszre már 8 órás munkát is tudott vállalni. Mikor megtudtam, hogy jöhetek, elhatároztam, hogy mindenáron megtartom azt a munkát. Emlékszem, utaztam fel Pestre Bagról, és 300 fotót készítettem az úton. Apám még házától a Prezi bisztrójáig. Nagyon izgultam, mikor ide kerültem. Féltem attól, hogy nem fogok tudni semmit. Féltem, hogy megítélnek, hogy cigány vagyok. Megpróbáltam eltolni magamtól ezeket a félelmeket, és kevesebbet beszélgettem. De közben rájöttem, hogy itt nincs megkülönböztetés, hogy itt mindenki más, és hogy barátságosak az emberek. Folyton mennem kellett valahova, ezért ki kellett kérnem magamat a munkából, hogy a gyerekeim ügyét intézni tudjam. Úgyhogy nem volt más választásom, el kellett mesélnem a történetemet Daninak. Nem szerettem volna átverni őt, mert tőle bizalmat kaptam. Egyik nap Heléna elhívott, hogy beszéljünk munkahelyen kívül, valami magánjellegű dolgot szeretne mesélni. Én ugyanis akkor még nem tudtam az ő teljes múltját. Annyit tudtunk, hogy ő Bagról származik, és hogy a gyerekeit valamilyen okból elvették. Én nem tudtam, hogy a gyerekeket miért vették el. És én egy 8. kerületi kis kocsmába szerveztem ezt a találkozót. Gondoltam, ott tudunk nyugodtan beszélni. És akkor itt mondta el a Heléna azt az egész történetet, amit ti már most tudtatok. És akkor itt derült ki az is, hogy neki nagyon fontos a 8 óra, nagyon fontos, hogy egy lakást szerezzen, és nagyon fontos, hogy folyamatosan negatív tesztekkel bizonyítsa, hogy nem drogozik. A 8 órás munkahely megvolt, egy lakást sikerült szerezni azzal, hogy én kezességet vállaltam érte, a tisztaságáról pedig önmaga gondoskodott. Októberben költöztem be abba a lakásba,
és életemben először voltam egyedül. És másnak biztosan furcsa, de nem bírtam ezzel mit kezdeni. Nagyon nehéz volt ez is. Közben meg Dani azt mondta, hogy ő néha arra vágyik, hogy egy kicsit egyedül lehessen. Ezt sem értettem. Aztán karácsonyra visszakaptam a gyerekeimet. Nagyon jónak nézett ki minden, és akkor jött a január, tél, hétköznapok. És jöttek a csontvázak Helén a korábbi életéből. Először is kiderült egy OTP-s fizetési értesítés nyomán, hogy 1 millió forinttal tartozik az OTP-nek, amit le akarnak vonni a fizetéséből. Nem tudom, mennyire tudjátok, de a cigánytelepeken élőknek, és másoknak is persze, a bankok úgy adnak bankkártyát, hogy azon alhitel van, viszont erről nem nagyon tájékoztatják a tudatlan ügyfeleket, akik meg örülnek, hogy jön ki a pénz az automatából. Aztán persze nem fizetik vissza a hitelt, amely Helena esetében 200 000 forintos tőketartozással pár év alatt 1 millió forintra nőtt. Ezt a problémát sikerült úgy elhárítanunk, hogy Anna, HP, a Prezi meg én összeálltunk, és kölcsönadtunk Helénának annyi pénzt, hogy egyben sokkal kedvezőbb feltételekkel törlesszen, majd pedig ő ezt megadta nekünk később. A másik probléma az volt, hogy Helénát próbáltuk folyamatosan egyre jobban terhelni, egyre nagyobb felelősségeket adtunk neki, és ez nem volt mindig teljes összhangban az ő saját fejlődési ütemével. Fel kellett mérnem, hogy neki semmi sem evidens. Tehát amik nekünk evidens dolgok, azokat ő nem tudja. Nem tudja, hogy mi az, hogy avokádó, nem tud egy csomó mindent. És hogy nekünk ezt mindent el kellett neki mondani, el kellett magyarázni. Ez vicces volt, hogy a HP is megemlítette az avokádókrémet, mert ez nem direkt volt szerintem. Minden esetre ez a mi jelképes sztorink azóta is, hogy Helén, amikor már úgy érezte, hogy önálló útra léphet, avokádókrémet készített meglepetésből, és tett bele mustárt. Én nekem meg elég karakteres elképzelésem van az ételekről úgy általában, és különösen az avokádókrémbe tett mustárról. És ezt ott ki is fejeztem a helyszínen, amiből sírás-rívás származott. Egyébként ebben az időben nagyon nagy segítségünkre volt Anna, és az, hogy ő tudott köztünk mediálni ilyen és hasonló szituációkban. Most már tényleg azt gondolom, hogy mostanra, 4,5 év után Helena a munkaerőpiacon bárhol el tudna helyezkedni, olyan tudást és tapasztalatot szerzett, ami már mindenhol jó lesz. Nekem nincsenek különösebb céljaim, csak szeretnék fejlődni, minden nap tanulni. Átvenni dolgokat Danitól, mert most nagyon sok a feladata. Imádok étellel foglalkozni és szervezni. És tudjátok, korábban eszembe sem jutott, hogy meg kellene szervezni a dolgaimat. Ott Bagon nincsenek tervek, és nem érdekes az idő sem. Most meg szeretem kitalálni és megtervezni a dolgaimat. Köszönöm, hogy meghallgattatok.